Üdvözlöm Önöket! Nemesi Pál vagyok. Szeged, független polgármester jelöltje. Független. Az én szakmai utam tekintetében én mindig önálló voltam. Nekem nem mondták meg, nem tudják megmondani, hogy mit csináljak, hiszen saját gondolataim, saját elképzeléseim, saját stratégiám van ahhoz, hogy amit kitűzött célba, azt hogy megvalósítsák. Hát szeretném Önöket arra biztosítani, és nekik azt, hogy mindenképpen ügyetlen emberként éltem az életemet, élem most is, és így is fogom egyébként is. Én 1979-ben dolgozni jöttem Szegedben, tanulmányai befejezése után, és én azóta is Szegeden élek. Én egy szegény, gáborosi Békés megyei falu egyébként, tehát Gáboroson születtem, és egy szegény családból származom. És gyakorlatilag már a tanulmányai időszakában is volt, amikor saját magam finanszíroztam az életemet, saját magam teremtettem elő ahhoz szükséges forrásokat. A munkám során a rendszerváltás idején volt egy helyzet, és rámadtam egy nagyot, ez pedig egy saját cég volt, és mi nulláról indítottuk ezt néhány kollégámmal és társammal ezt a céget. Gyakorlatilag nem örököltünk állami tulajdont, állami vagyont, hanem a konyhapi tulajdont a céget. Én azt gondolom, hogy a párom, akik ma itt vannak, egy pici csalódást fogok okozni a következő mondattal vagy gondolattal, hiszen az igaz, hogy a céget, amit menedzseltem, menedzselek, azt valóban oda fejlesztettük, hogy milliárdos nagyságrendű megbízásaink vannak már évtizedek óta, de magában nem lettem milliárdos, mert a cég fejlesztése az rengeteg forrást igényel, és hát a megtermelt javakat bentettük a cégbe. Ez természetesen úgy kell érteni, hogy gépekben, termelőeszközökben és különböző infrastruktúra fejlesztésében található az a cég, ami egyébként rendelkezésre áll. Tehát én nem tettem mágnes miska. Nekem nincs kazettába, de több 100 millió vagy milliárd forinton otthon. Én azt gondolom, hogy amit elértem, ezt saját céljaim alapján öremből értem el, és azokkal a munkatársakkal, kollégákkal, akikkel együtt dolgozom, jutottunk ide erre az eredményre. Nekem családom van, amire nagyon büszke vagyok, családban együtt élünk, gyermekeim, feleségem, mindannyian a cégbe dolgozunk, nekünk ez az életünk. Mi ezt ebben láttuk a jövőt, és ezt valósítjuk meg. És ezt virágoztattuk föl úgy, hogy egyébként nem csak a szűkendek környezetünkben, hanem Magyarországon vagy az ország határain kívül is dolgozunk. De természetesen legtöbbet itt ebbe a szeretni való városba, Szegeden, Szeged az első, legalábbis az én számomra. Egy dolog hátra van még azonban a mostani küldetés tudatban, ugyanis azzal, hogy itt dolgoztunk már hosszú évtizeden keresztül Szegeden, azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy Szeged fejlődése az sokkal többet rejt magában, mint amit mostanában megvalósítunk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogyha végig sétálunk a belvárosban, akkor mutathatom a vendégeimnek, Szegedre érkező vendégeimnek, hogy adott esetben akár a Rögpalota, vagy a Szegedi Tudományi Egyetem rektori épülete, központi épülete, az a mi kezünk nyomát hordozza, és nagyon büszkék vagyunk az Orvostudományi Egyetemen, különböző gyógyászati épületekre, természetesen a 260 tárgyas klinikára, amit egy konzorcium partnerünkkel építettünk, vagy a 400 tárgyas klinikára. És hát azért én büszkén mondhatom, hogy én összesen 8 szektorral dolgoztam már a Szegedi Tudományi Egyetemen. Én azt gondolom, hogy megelégedésünkre. A barátaim között és munkatársaim között is van különféle beállítottságú és politikai nézetű ember, akik mind akár a napi munkánk során, baráti beszélgetéseink során ugyanazt látják, mint amit én, hogy
hogy Szeged több lehetőséget lehet magába, és egy más pályára lehetne állítani a várost, és ezáltal egy szerethető, élhető város lenne. Miért is jutottunk ide? Én úgy ítélem meg, hogy annak a politikai civakozásnak, ami az elmúlt egy-két ciklusban jellemezte a város életét, ennek véget kell vetni. Abból a politikai, szabad így fogalmazni, mocsáról, amiben van Szeged, csak független ember, vagy független vezető vezetheti ki a várost, és azon kívül, hogy komoly gazdasági fejlesztési feladatokat, és még ezen kívül nagyon sok mindent kell végrehajtani, de egyébként azokat az áprókat, amik keletkeztek az elmúlt ciklusokban, azokat be kell temetni, és mindenkit abban az irányba kell fordítsunk, hogy Szegedért dolgozunk együtt Szegedért, hogy egy új fejezet, egy új irányvonal jöhessen létre a város életében, és az itt élő szegedi emberek életében. Kérdés nehézség, polgármester úrral mi nem voltunk rossz viszonyban, én magam részéről ma sem vagyok rossz viszonyban a polgármester úrral. Én azt gondolom, hogy az ő első egy-két ciklusában az együttműködésünk az rendben volt. Voltak közös munkáink, közös feladataink, amiket én úgy gondolom, hogy megfelelő módon menedzseltünk és hajtottuk végre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az utolsó egy-két ciklusban, amit itt az eltelt időből elemezhetünk, más elképzelésünk voltak. Elsősorban gazdaságfejlesztési kérdésekben. Amikor mi először, vagy személy szerint először felvetettem ezeket a gondolataimat, akkor úgy tűnt, hogy még talán van erre fogadó készség, de a tettek és a munkák már mást igazoltak, és gyakorlatilag Szeged folyamatos lemaradásban van versenytársaihoz képest, vidéki, tehát a külvároson kívüli fegyőgyújvások tekintetében. Elvesztettük a vezető pozíciónkat, és én azt gondolom, hogy ezt a pozíciót elsősorban a politikai konfliktusok rendezetlensége okán, azaz nem találtuk meg Szeged városvezetése, Szeged menedzselése nem találta meg az utat azokhoz a magyar gazdasághoz, a kormányhoz köthető programokhoz, ami nélkül nemzetközi szinten nem tudjuk menedzselni a várost. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően ez az oka annak, hogy komoly fejlesztés nem került Szegedre az elmúlt mondjuk 17 évben. Márpedig nekem személy szerint az állításom, nem most mondom először, hogy fejlett ipar nélkül, gazdaságfejlesztés nélkül egy területfejlesztés, egy település fejlesztése, az nem lehet dinamikus, az nem lehet olyan szintű, mint a fejlett országokban, nem hogy fölzárkózunk, inkább lemaradunk tőle. Ezért, hogy ezt a lemaradást bedolgozzuk, mi úgy ítéljük meg, hogy változásra van szükség. Bízom benne, hogy ehhez a munkához, mert ez rengeteg munkával jár, hogy egy más irány, más fejre állítsuk a várost, találunk partnereket, akik dolgozni akarnak, szegedieket, akik Szegedért akarnak tenni, és közösen tudunk dolgozni. Mert önmagában mindenki sokat dolgozik, jól dolgozik, csak az a koordináló szerep, ami ahhoz szükséges, hogy az erőinket egyesítsük, az talán hiányzott a városvezetési munkából. Ezt a jövőben szeretnénk alapvetően másként csinálni. A gazdasági program, illetve a szegedi program készítés az folyamatban van, hiszen én nem túl régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, de néhány dolgot szeretnék ebből önöknek megemlíteni. Gazdasági területről, ugye, ha azt mondom, hogy azt a címszót szeretném, hogyha megjegyeznék, hogy Szeged legyen a legerősebb vidéki város, akkor azt gondolom, hogy első hallásra nem tűnik túl messzinek, de ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy a versenytársaink, akikkel mi ezért a címért harcba szállunk, hol tartanak, akkor bizony nagyon-nagyon komoly
munkára van szükség. Én szeretném, hogy a Szeged ebben a régióban egyrészt a gazdasági főváros lenne, beleértve természetesen a határon túli régiókat is, és szeretném, hogyha a Magyarország fejlett gazdasága térképre visszakerülne. Miért fontos ez? Azért, mert az itt élő emberek, akik itt dolgoznak, itt élik hétköznapjaikat, nyilvánvaló, hogy egy fejlett gazdaságban a fizetések tekintetében is sokkal jobb helyzetbe magasabb kerülnek, magasabb fizetéseket tudnak hazavinni a családjaikat, jobb színvonalon az életkörülményeket, a komfortjukat jobb színvonalon fogják tudni biztosítani a családjuk számára. Én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlenül fontos, tehát a gazdaság fejlesztés, hogy a családoknak több fizetés jusson. Ehhez ugye, mint már említettem, nagyon fontos, hogy dolgozni kell, nagyon sokat kell dolgozni, és ebben kérem valamennyiük együttműködését, akik ezt a programot jónak fogják tartani, hogy tegyünk ezért. Én már teszem ezt a saját cégem építése tekintetében 30 éve, abban a szakmában, az építőiparban én dolgozom, pedig 40 éve, én mindig a frontvonalon tettem a dolgomat, és nem lehetett hibázni, hiszen akkor egy épület kritikus helyzetbe kerülhet, hogyha hibáznak. Át kell gondoljuk Szeged tekintetében, hogy hol lehetnek ezek az ipari fejlesztési területek, és mi jelen pillanatban készülő programunkban megjelölünk két-három célterületet, de leginkább kettőt. Egyrészt a Sándorfalvi út, illetve az autópálya, 47-es autópálya és az M5-ös között, illetve az 5-ös út közötti területet, másrészt pedig a repülőtér, amit ajánlom szíves figyelmünkbe majd, akik velünk együtt dolgoznának, hogy ennek a kérdését vizsgáljuk meg. És akkor lesz remény.